Ugye tombol a krízis, egyre csak növekszik a munkanélküliség ebben az országban, Szlovákiában, és hát igazából én megmondom őszintén, egyik komoly gond a kommunikáció és a kommunikációkészség hiánya. A kormány nem hallgatja meg az ellenzék javaslatait, ezeket a javaslatokat a kormány, illetve a kormánypártok rendre lesöprik az asztalról, nem igazán kíváncsiak az ellenzék véleményére, és hát ugye sajnálata állapítjuk meg, hogy a harmadik kísérletünket is igazából lesöpörték az asztalról a parlamentben, nem akarták meghallgatni, nem akarták vitát bontani az ellenzék javaslatairól. Vajon miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert Szlovákiában a 2009. évben hatalmas nagy űrtátong a költségvetés bevetője oldalán, nagyon komoly pénzügyi költségvetési fiskális problémák elé tekintett az ország, és ilyen értelemben azt kértük már sokadik alkalommal a kormányt, hogy nyújtsa már be a 2009. év javított, módosított költségvetésének javaslatát a parlamentben. Tettük ezt már nem első alkalommal, hiszen amikor tavaly decemberben tárgyalta a parlament a költségvetés javaslatát, amelyet jóváhagyott a kormány, még annak idején ugye 6,5%-os növekedéssel, gazdasági növekedéssel, és később ezt módosította 4,6%-ra a növekedést, csak hogy ezek a sarokszámok ma már réges-régen aktualitásukat vesztették, és éppen ezért a mai elemzés, amelyet a Nemzeti Bank hozott nyilvánosságra, hogy mínusz 2,4%-os lesz a növekedés, vagyis gazdasági csökkenés várható, megtorpanás várható Szlovákiában, a recesszió fog bekövetkezni Szlovákiában. Hát kérem, ha csak ebből a két sarokszámból indulunk ki, akkor koronában kifejezve 110 milliárd koronával csökkenne a bevétele a költségvetésnek, ez pedig annyit jelent, hogy adó vonzata ennek az adóbevétele, és egyáltalán azok a juttatások, amelyek az államkasszába vándorolnának a bevételi oldalon, körülbelül 36-40 milliárd koronával csökkennek. Hatalmas kiesés ez. Ez akkora kiesés, hogy két tárcának, két költségvetési fejezetnek a teljes egész éves költségvetését praktikusan takarná. És éppen ezért mi azt mondjuk, hogy nagyon komoly gondok vannak, és valahogy ezt a problémát nem akarja kezelni a kormány. Ma már minden szinten takarékoskodnak. Takarékoskodnak a helyi önkormányzatok, takarékoskodnak a megyei önkormányzatok, takarékoskodnak a közintézmények, takarékoskodnak a vállalkozók, a polgárok, a családok, csak éppen az állami költségvetéssel nincs igazán jele annak, hogy takarékoskodna az ország, a kormány. Éppen ezért felszóltuk a pénzügyminisztert, illetve a miniszterelnököt is a parlamentben, hogy ha lehet, akkor valóban most már teressze be az állami javított, módosított állami költségvetési tervezet. Ennek két nagyon komoly oka van. Az egyik az, hogy végre valja be az ország polgárait, hogy gondok vannak a közfinanszírozással, gondok vannak az állami pénzekkel, hatalmas mértékben romlik az államháztartás hiánya. 8 év alatt az elmúlt választási időszakokban konszolidálódott az országban egyrészt a gazdasági helyzet, egyrészt az állami költségvetés, az állami közpénzek ugye helyzete stabilizálódott, és sajnálattal állapítjuk meg, hogy nem csak a gazdasági krízis következtében, hanem a mai kormányzat költekezési mániájának is következtében sajnos nagyon komoly gondok lesznek. Gondok lesznek az államháztartás hiányát illetően. Most már első ízben a hiány túl fogja szárnyalni a 3%-át, a nemzeti össztermék 3%-át. Ezzel nem teljesítjük az euró övezetbe való belépésnek a legfontosabb kritériumát, ugye? Nem teljesítjük a Maastrichti legfontosabb kritériumot. Ellentétben Szlovákiával Magyarország éppen sok év után ma ebben az évben fogja először vélhetően teljesíteni, és ha egy másik összehasonlítást is veszünk alapul, akkor Szlovákiában az ipari termelés ebben az évben vélhetőleg 28%-kal fog visszaesni, míg Magyarországon csak 25%-kal. Tehát ha azt mondom, hogy a miniszterelnök Fico úr egy hónap ezelőtt azt jelentette ki a parlamentben, hogy Magyarország gazdasága romokban hever, Magyarország gazdasági állapota katasztrofális, akkor én joggal megkérdezem a miniszterelnök urat, hogy akkor Szlovákia gazdasága vajon milyen jövő elé tekint.